a cobblestone győzelmi arányaiknak a csapatoknak. Az Optik eddig 13-ból 8-at tudott megnyerni ezen a pályán, míg a G2 9-ből 4-et, szóval nekik negatív a, a mérlegük itt, 44%-os, míg az Optiké 62 Ugye nem játszottak túl sok mérkőzést ezen a pályán, szóval annyira nem mérvadóak ezek a statisztikai mutatók, de annyit azért le lehet olvasni belőlük, hogy ö, fekszik az optiknak ez a pálya, hiszen jó csapatok ellen tudott jó teljesítményt mutatni. És ezt most terroroldalon oldalon bizonyítják is egyenlőre, hiszen nagyon könnyen itt a pisztolykörben már is bementek Bélerakóra, és 3v1 szituációban Smithnek kellene ezzel az egyszál USP-vel lehozni a kört, miután lekerült a bomba. Ketyeg a C4-es. Smithnek nincs más választása, meg kell próbálni ezzel a kis kevlárral és a diffuse kittel valamit alkotni a 18 HP-n. Mixwell, Stanislav és Nafly ellen azonban nem sok esélye maradt. Mixvel fejezte be, amit a kör elkezdett, és így két freggel, illetve rás duplájával sikerült az optiknak lehoznia. Kit gondolsz esélyesebbnek ezen a mérkőzésen? Ugye mondtuk, hogy Cobblestone kinek fekszik, de ha csak pusztán a két csapat Erejét nézzük, kinek állhat a zászló, hiszen azért a G2-nál is volt egy tagcsere, ők Buddy-t hozták Existence helyett, ami sokak szerint visszalépés az eddigiekhez képest. Mégis, a Navit megelőzve itt vannak a döntőben, ahol már legyőzték a Luminosity-t is, parádésan teljesített a francia csapat, az Optiknál is volt egy tagcsere, és Mixvel a csapat egyik legjobb játékosává nőtte ki magát. Ez így van, és korábbi spanyol csapataiban is húzó ember volt Mixwell. Közel 120 20 as rétingje van hltv évén is. több mint 100, több mint 200 lejátszott mérkőzés során, és tessék! Egy dupla, sőt most már egy tripla az emlegetett spanyol játékos részéről. Úgyhogy ez egy viszonylag magabiztos anti-force körnek tűnik. Válaszolva a kérdésedre, nagyon nehéz megjósolni, hiszen mindkét csapat ugye meglepetés győzelmet aratott a mai nap során. Túl jó formában azonban egyik őjük sincsem, miközben Mix uh -huh. mixvel már az észért megy. Elmúlt és négy mérkőzését hatalom. mindenki csapat elvesztette, miközben Mixwell le is észá. Viszont ugye ma mindegyikőjük őjük tudott egyet-egyet nyerni. Úgyhogy nem is tenném le a voksom egyik csapat mellett sem, bár mind HLTV, mind lounge inkább a G2 felé húz ez a bizonyos mutató, de én azt mondom, hogy csak élvezzük a mérkőzést. Így van, és amiről beszéltünk, Mixwell a csapat egyik legjobb játékosával nőtte ki magát, azt itt most két kör alatt, hét freg személyében meg is próbálja prezentálni azoknak, akik még ne ismernék őt. Az Optic Gamingnek kevés esélye van egyébként nemzetközi szinten is megmutatni a magát. Miközben majdnem ellövik mixvelt egy HP-n maradt csupán a pisztolyos találkozás után leugrós szobám. Tehát nem jutottak ki például a Dreamhack Austinra se, ahol az amerikai kontinens 8 legjobb csapata szerepelt. Voltak köztük meghívásos és selejtezőn kivívott pozíciók se, vagy pozíciók is, de egyikre sem ért oda az Optic Gaming, ami az általuk képviselt játék előtt elnézve igazán meglepő. A body közben a másik új srác is tud egyet fregelni, ennél több azonban nem terem a G2 játékosoknak. Smith megint egyedül három ellen, hát szegénynek ez lassan már a védjegye lesz, hogy egyedül egyszer USP-vel le kell hoznia. 1v3-ban a kört, miután bére lekerül a bomba, kísértetésen hasonló az első pisztolykörhöz. Na, Fly azonban 6 HP-val könnyen áldozatául eshet, de gyorsabban reagál a kanadai játékos, és ellövi smith -t. egy gyors fejessel. Jöhet az első vásárlós kör, az előző körben utolsó hírmondóként maradt Smith, meg is vásárolta az AVP-t. Existence távozása után Ugye az ingame leader pozíciója sok kezében landolt, aki sokak szerint emiatt vesztett saját teljesítményéből, de a csapat egyenlőre úgy tűnik, hogy ezt is elbírja. Egyedül közben ott bociban Smith az AVP-vel, ezt a francia csapatoktól rengeteget látjuk, és négyen bén. Kenny ezt is gyakran megfordul ebben a pozícióban, és utána leugró szobában jön a boost, előszeretettel alkalmazza ezt a pozíciót, soksi, azonban megbánják RPK-vel ezt a találkozást, és Rush el is lövi az entrit. Sok szín. Scream jön vissza, akinek több hp -e volt ugye. rp nél jelentősebben, úgyhogy ő bemert nézni. Leugrós szobába. Rush 10 HP-n, rpk 11-en. Gyors fregváltás történt a kör elején. És egyenlőre úgy tűnik, hogy a terrorok meggondolták magukat. Visszakoznak erről a gyors B támadásról. És Smith mellé megérkezett időközben még egy ember a 11HP és RPK személyében. Buddy és Scream védi tehát B-t, ketten pedig át. Ez az, amiről mindig beszélünk, hogy a 4v4 inkább a terroroknak kedvez, hiszen nincsenek meg a rotation playerek. Láthatjuk, nem állhat senki középen vagy ott elosztó előtt, és tud rotálni gyorsan ára illetve bére is szét kell szakadniuk a CT-knek, a terrorok pedig négyen együtt mozogva érkezhetnek, és nagy valószínűséggel bére indul meg ez a támadás is, robbannak a gránátok, molotovok, smokokok minden mennyiségben, body tud egyet, innen hátulról fregelni, Scream is beszáll, és Nafly óvatlan, tudta, hogy body innen fregel, a bomba elhullik, 15 másodperc marad, és Bodi hát egy triplával nagyon szépet játszott most ebben a körben, Lehozza az első kört a francia csapat. Annak ellenére, hogy ugye nem volt rotációs játékos, amit te is mondtál, ketten szépen megvédték B-szájtót, és igazából a gránátok bedobálása kicsit lassúra sikeredett, illetve a benyomuló offenzíva sem volt a legpörgősebb, így gyakorlatilag már szinte áról át tudtak rotálni a védőjátékosok, miközben egy Ó, azt hittem, valami extra boost lesz, mert ott RPK nagyon nézte a falat, de igazából csak föl lett ide rakva fa mellé án. Így le tudja tartani váratlan, hát váratlan, profi játékosoknak már annyira nem is váratlan <laughs> pozíció volt <Igen. gül> közepet. Már mindent ismernek, mindent tudnak. Ennyi. RPK megint itt maradt. Smith segítségére, és ez most jól sülhet el, hiszen látjuk, a terrorok már várakoznak, hogy középen, illetve bociba is megindítsák az offenzívát. Itt van azonban soksi leugrós szobába, és most már Scream is átrotál. Egyedül badit hagyják, permanensen Bén, ő az előző körben is remekül oldotta meg a feladatát, RPK közben nem tud fregelni, minimális sebzést okozott csak Stanislavnak, az optik játékosának. Jönnek a gránátok, biztosra vehetik innentől kezdve a ct hogy megindul a támadás állerakóra, és RPK egy golyót tud csak kilőni, Mixol azonban egyből fregel. Smith vissza tudja lőni, és Scream freget, fregre cserél rással. Azonban Smith és Soxy a két veterán játékos, akik időtlen idők óta együtt játszanak. Anna az MVS-ból együtt jöttek át befejezik ezt a kört. Smith duplával, Sox pedig egyetlen freggel, itt 3v3-nál hozzáteszi a magáét. Smith-t egyébként nagyon sokan bírálják versenyről versenyre gyenge teljesítménye miatt, itt azonban már az előző mérkőzésen is megmutatta, lehet rá számítani, egy egészes fölötti HLTV ratinggel mutatta meg magát, 19 fregre csak 17 halál jutott, úgyhogy még pluszos is volt, ezen a mérkőzésen is szeretne, főleg itt cobblestone csillogni, ahol az AVP-s játékosok rendre meg tudják lőni magukat. Scrimnél közben egy SMG, tudják, hogy az optik játékosoknak eskázniuk kell, és ezt az Echo kört megpróbálja minél több pénzformulással lehozni Scream, és nézd meg ezt az agresszív pozíciót, Olof Meister kedvenc pozíciójába, fent teraszom, és ha elmúlik a füst, láthatóvá válik majd számára, hogy négyen is ott sorakoznak. Hát, egy jó spray kontrollal tényleg megszeteti magát most Scream. Vagy egy jó flash, ami ott repült is, csak ő ugye nem tud. Egy, most. kettő, ott a harmadik is! Buddy elviszi a negyediket, de Scream a fejes király. Három freget is kioszt. Jó döntés volt megvenni ezt az SMG-t, láthatjuk 6200 dollár egyből a kasszában, és lehet, hogy a következő körre is megtartja. Most azonban már nagy kaliberek lesznek az Optiknál. Így van, mindjárt eltűnik a Scoreboard, és megtudjuk, Igen, azért most már Scream is átvált az M4-esre. A AVP egyelőre nincs a túloldalon, ugye Mixwell személyében érkezett az új AVP-s, mégpedig Szezem helyére tehát a spanyol játékos lesz majd feltehetőleg Smith vetétársa. Aki az előbbi triplájával kezdte meg a fregelést a mérkőzése, hiszen az első öt körben nem tudott ö, lőni, viszont most egyből hármat is. Kulcs pozícióban kulcs fregeket sikerült találni a Smithnek, és ugye ez megpecsételt az optik következő körét is. Most ekkora kényszerültek, és hát teljesen fordult a kocka. Ugye 3-3 lett, ahelyett, hogy akár 5-1-re is elhúzott volna az észak-amerikai együttes. Jönnek a flashek és a gránátokkal próbálják egy kicsit mozgatni a CT-ket, az optik játékosok. Láthatjuk, hogy itt Stanislav egyedül középen megpróbálja két CT figyelmét is lekötni, és ez eddig sikerül. Négyen a három ellen pedig könnyebben betámadhatnak bére. A társak megvan leugrós szobában, most már a pozíció, de Arpiki ellövi Stanislavot, innentől kezdve pedig jó rotation játékosként jöhetne is át, ehelyett azonban hátrahúzódnak, félnek az átámadástól, hiszen nem mutatják magukat bén a terrorok. Nagyon jól teszik, hogy csak az utolsó pillanatban jönnek és jönnek a flashek, most lépnek ki, mixvelnek, megvan egy ember és duplázni tud Badival. Soksi elő egy embert, a másodikat nem tudja teraszról elpötyögtetni, Dubs visszalövi, és 3v3-nál RPK lehet ráfarak, hogy tényleg ott hátrébb húzódtak lerakon. Itt van középen, de a smokok meggátolják a tiszta láthatóságot. RPK elővi ugyanakkor rá, azonban visszalövi, Smith remek pozíciója volt, nagyon jól tartotta le a szöget. A kanadai srác és RPK 19 HP-val, hiába van Diffuse, Nagy Kevlar, Gránátok, Tömkelege és M4 a kezében nem kockáztatja meg a visszafoglalást. Az első három kör után ismét kört szerez az Optic Gaming. Hiába bukott el Stanislav, be tudták támadni bélerakót, nem mutatták magukat, a ct pedig passzív pozícióból hátravontan védték csak bélerakót nem volt meg az info, és amint kilőtt, kijöttek onnan leugró szobából, Mixwell egy remek duplával tudta segíteni csapatát, innentől pedig nem volt megállás, lekerült a bomba, és már is 4-3 újra vezet az Optic Gaming az A győzteseinek rangadóján. Érdekes, közben ne veszi meg az AVP-t. Mixwell ugye az előbbi duplájával nem csak megnyerte gyakorlatilag egymaga a csapatának a kört, hanem most már két növelte fregének a számát, és lehet, hogy most annyira megy neki az alkázás, hogy marad is a Kalasnyikovnál, ne kezébe kerül, tehát az AVP, míg a túloldalon Bad is pikkelt, így itt egy dupla AVP és felállást láthatunk a G2-tól, ugye egy A1 pedig b természetesen. És Bodi a másik AVP és Smith mellett, aki a tőle megszokott pozícióba, de ezúttal AVP-vel bukkan fel. Terasz végéből nézi, és már korai információval tud szolgálni, éppen ezért három játékos is megteheti, hogy án legyen, és Scream pedig ebben az átrotáló pozícióban tudja várni az infót, és amint RPK elő egy embert és meglát egy másikat, látható, hogy Scream egyből leugrós szobá, ezen oldalára helyezkedik, és már is kijön középről. Remek fordulás! 3v2 közben. És Scream, nagyon fontos volt, hogy át tudott jönni, hiszen Rust elpötyögteti, és az utolsó NaFly információja is megvan neki, és egy duplával. Nagyon jó CT oldalt mutat eddig a G2 eSports. Soksz remekül hívja át a játékokat. Ha kell, akkor egyedül van Smith állerakon és 4NB-n de van, hogy rpk be segít neki, Scream viszont ebben a köztes pozícióban, hogy bármelyik lerakóra segítséget tudjon nyújtani, eddig remekül szerepel, nagyon fontos munkát végez a belga játékos, aki hát ugye existence távozása után egyedüli nem francia játékosként van a csapatban, nyelvismerettel azonban nincs probléma, régóta játszik a srácokkal, tehát mégis most már abszolút francia túlsúly. A g belül, és jól látom? Ingect 3 AVP! Triple AVP! Atya úr is, tehát ilyen, ilyen dolgokat elme elmulasztok a kör elején, azonnal szólj rám, hát saját monológomba belefeledkezve elmentünk egy ilyen fontos dolog mellett, frag azonban még nem esett. A Tech9-ok, ugyanis ha nem halálosak az AVP első golyója után, még jók is lehetnek az optiknak. Egy mellé elég. RPK mellé lő, de nincs, nincs folytatás, és Scream megérkezik mellé, ketten pedig már bőven elege kell lőni ezt a támadást. Kivártak a terror játékosok talán feleslegesen, és így Scream megérkezett RPK mellé. Hát hányszor fogjuk még kiemelni, hogy az ő mozgó pozíciója mennyire erős fegyvere a g nak Ebben a körben is ezt láthattuk. És a mérkőzés során először átveszi a vezetést a G2 eSports. Marad a három avp és felállás, hiszen egyik sem hullott el, ugye Scream volt az egyetlen, aki meghalt az előző kör során. És mivel ráforszolták a Tech 9 nagy volt az Optic Gaming játékosa, így most egy gazdasági kör következik. Full lekó, befutnak minden, soksnak el kell lőni őket, szépen az első lövést azt ugyan elhibázta, de utána Utána már nincs -e hiba, ha csak azt nem vesszük annak, hogy RPK is az áldozatok listájára került. Két AVP. t kép. hát két avp t így is kimentett a csapat, lehet most már a harmadikra nem vásárolnak rá. Nem, hát sokszor nem akarta tényleg, hogy három AVP legyen, úgyhogy inkább... ...ilőtte RPK-t is. <laughs> És utána dob neki egy fegyvert, hogy most már tudd a helyed, jó van maradjon, maradjon a két lvp s felállás. És a füstön keresztül, Buddy, et, ezt nem hiszem el, és Smith pedig bén tud fregelni. Megcserélték a két avp st és Smith bociban előre pozíciója helyett, Buddy egy teljesen másik, eddig ismeretlen pozíciót vett föl, középen egyből előtte Stanislavot, hogy utána Bén pedig Smith fregeljen egyet agresszívan, naflájon teljesen romokban a terrorok támadási stratégiái. Body ismét egy flash után lövi el a freget. Hát két ilyen avp a csapatban, és egy ilyen remek játékhívásokra képes líderrel, mint shox még tényleg sokra viheti a G2 ezen a lanon, ahova a navit megelőzve két körön múlt egyébként, ugye Inzekt. Két körön múlt, hogy ne van, nem a navi van ma itt, hanem a G2. De ha már itt vannak, a maximumot szeretnék kihozni belőle, és lehet, hogy az A csoportból, ahol a Luminosity, az Astralis is szerepelt, csoportgyőztesként jutnak tovább. Az optik viszont egyre nehezebb helyzetben. Főleg, hogy most ekóznak. Így van, ez uh. 4-3-ról 4-8. Most egy 5-0-ás vonatba szaladtak bele. Hát body részéről pedig egy 4-0-ás, vagyis hát négy freges körbe kettőt szerzett fegyverrel, kettőt pedig a molotovval szétégette a páncél nélkül berohanó terrorokat. 8-4, ezzel megnyerte CT oldalt a G2, ami ha azt vesszük, hogy cobblestone a jelenlegi metába inkább terrorpályának mondható, igen, csak meglepő fordulat. Látjuk, hogy jól kezdte az optika mérkőzést, 3-0-val elhúztak, itt még a papírforma az oldalakat tekintve érvényesült. Ezután azonban a G2 magára talált, és a következő 9 körből csak egyet engedett, és Smith, néz meg megint! Hát milyen agresszíven! Hát azt se tudják, hogy most Buddy fogja hátulról csirkeobból védeni, vagy Smith jön ide előre, esetleg nem is lesz itt távépés, és badinál pedig már autósniper. Hát igen, itt a mesterlevész puskáknak most kult cool szerepe van ezen a mérkőzésen, főleg az elmúlt négy-öt körben, amióta a G2 sziporkázik inkább. Ú, mondjuk rástól egy lefejelést, Nefly követi ember előnyben az Optic Gaming, ezzel most élniük kellene, és úgy néz ki, hogy élni is fognak, Nephly-nak ugyan a harmadik frege nem lett meg, legalábbis egyelőre, Sőt, közben el is hullott Nefly RPK 1v3-ban. Nem nagyon tud az ellenfeleinek pozíciójáról. Birke felé tekinget, azt jól érezte, de Stanislaw így könnyen oldalba tudta őt lőni. Tehát most egy kisebb, nagyobb megszakítás után újabb optik kör. A tényen nem változtat, hogy ez egy G2 nyert félidő, de a hátrányon még lehet faragni. Igen, nagyon furcsa, hogy megvolt a nyitó frag. Ugye Smith-től mixvel tudta előni avp vel és utána innen tudták kettővé egy 1 szituációra alakítani az optik játékosok. Két embert veszítettek, miközben ötöt megöltek. Hát az tulajdonképpen egy kettő egy szituáció. Megvali. Eszméletlen a part. Hihetetlen, hihetetlen. És tényleg az előbb, az előbb Smith bukkant itt föl, most megint visszacserélték, és nézd meg, Smith AVP-vel közepet tartja. Körről-körre variálják. Az optik pedig fogalma nincs, hogy hogy reagálják ezt le. De bár megpuszta váratlan, mert füstön keresztül futott ugye ki, és pont egy állépéssel találta magát szembe, tehát nem is volt nehéz lefészelni a spanyol játékost. Pedig ugye az előző körben Mixwell pikkelt a, a VP-t, amit mondtam, hogy most kulcs cool szerepe van eddig a mérkőzésem, és meg is nyerték végül a kört, akár most is Megtörténhetett volna ez, de hát nem számított arra, hogy Bádi ennyire agresszív lesz. Ráadásul füstön keresztül, és nézd meg, Bádi ugyanazt bejátsza, bár pont elmúlóban volt már a második füst, de dobott oda egy popflest, és nem sok múlt, hogy meg legyen az újabb frag. Scream viszont fentről könnyedén duplázik, a Stanislaw is duplázik, és 2 négyet 4 et forgatnak meg -jal rpk n megint a világ szeme, az előbb is ő került Klassz szituációban, most is, viszont 4 HP-ról nagyon megsebezze már, nem volt sok esélye. Nagyon Ez Igen, itt most pillanatok alatt egy négyessel szuperált. Hát kellene, hogy az egyéni jó teljesítmények az optiktól. Ugye az első két körben 7 fregig jutott mixvel, utána ő is egy kicsit halkabb lett, láthatjuk. Azóta 12 kör telt el, és csak négy újabb freget tudott szerezni. Hát az első két körhöz képest ez mindenféleképpen visszalépés, ha azt nézzük. Viszont a félidő végét most megnyomja az optik, úgyhogy egy egész szoros állással fordulhatunk, ha esetleg ezt a kört is jól betámadják. Nézzük azonban, Árpiké vakon tudja csak egy minimálisan megsebezni, Stanislavot, aki azonban nem néz hátra, és még mindig nincs meg az info, nem néztek ki oldalra. Hát RPK, ha nem fogy ki a tár, akkor könnyedén befejezhette volna a kört, így adnak még egy esélyt Nafly-nak és Rásnak. Nafly próbálja is tartani magát ezzel az AVP-vel, de hárman három oldalról közelítenek pont onnan, ahova maga mögé néz, nem jön senki. Így a rákinéző RPK 13. fregét szerezve el tudja lőni. Mennek a pacsik, magabiztosak a G2 játékosok, hiszen egy remek CT oldal után mehetnek terrorba, esélyesei a mérkőzésnek, az A csoport győzteseinek mérkőzésének, aki egyből az elődöntőbe jut, és várhatja a B csoport Decider pályán második helyezettjét. Egy rövid visszajátszás itt az emlékezetes fregekről. RPK lövéseit mutatják nekünk. RPK a tank, ahogy Bece ismerik. Mire számítunk a második félidőben? időben elképzelhető, hogy ismét a CT-k lesznek majd fölényben? Hát nehéz, nehéz, ezt megválaszolni, mert ugye elhúzott a G2, majd most a félidő végén láttunk egy 3 0 as comeback-et, hülyeséget beszélek, utolsó kört ugye G2 behúzta, igen, ne fly, nem tudta megnyerni a klassz szituációt, így már, így már rögtön más irányba is terelődne a mondandom, mert így, így viszont, hogy 9-6 lett végül, és nem 8-7, ami így lejátszódott nekem most írtelen a fejembe, így már megint más a lány fekvése. Hát az Optic Gamingnek kelleni fog a pisztolykör és az azt követő két iskolakör, egy egalizálás után pedig hmm onnan meg már könnyen be lehet húzni. De hát láttuk ugye két csapat első mérkőzést, amit nekünk most itt meg is mutatnak, ugye az ágrajzon láthatjuk ezeknek az eredményeit. Én azt mondom, hogy bármelyik csapat képes, ford képes lenne fordítani 6-9-es állásról. Most az optiknak kell ezt megtenni. Ugye a G2 volt az, aki 4-11-ről nyerni tudott a brazilok ellen trénen, egy 12-1-es CT oldalt produkálva, viszont most nem rájuk hárul ez a nehéz feladat, hanem az észak-amerikai csapatra. Hát, mondom, én, én azt mondom, hogy itt az iskola nagyon sok fog múlni, ez egy általános igazság egyébként is. Hát és így a pisztolykörön. És így a pisztolykörön. Így, így a pisztolykörön, így van. Tehát aki lehozza a pisztolykört, ha ez adott esetben... Az esekben... megnyeri az egész lant. <laughs> Igen, egy váratlan fordulattal élve, that escalated quickly. Aki ezt a pisztolykört megnyeri, az megnyeri a land. Tehát azért maradjatok velünk egyébként a mai további két mérkőzésre is, ha esetleg ez a jóslat nem, nem jönne be. Talán nem lesz olyan rossz ez a Fnatic-NIP. Igen, egy Best of One Fnatic-NIP mérkőzéssel, valamint egy senki által nem várt, azonban annál nagyobb örömet jelentő Astralis Luminosity, és hogy miért öröm, mert Best of Three. Olyan értelemben viszont sajnáljuk, hogy valamelyik csapat elbúcsúzik, de három mérkőzés, vagy három mapon keresztül nézni ezeket a csapatokat, Hatalmas élmény lesz, maradjatok velünk, hogy a friss világranglista első, vagy a Dreamhack malmői bakit kiavítani igyekvő Astralis jut-e majd a deciderre, ahol ennek a mérkőzésnek a vesztese vár rá. Smith, hú, remekül lőtte el ott Mixwelt, Kinéztek egyszerre rá, ketten screammel. Mixwell pedig ebből az előre tolt pozícióból nem tudta merre nézzen. Átfordult inkább screamre. Így viszont azonban udvarról remekül tudta őt ellőni Smith ezzel a fejessel, és fel is vette az usp jét ha már arra járt. Öt fegyverrel a három CT ellen megromodnak bére. Megvan leugrós szoba elfoglalása, és itt már ketten várják őket, Nafly és Rás, Rást el tudják lőni, Nafly pedig kifogy, Gránáttal próbálja tartani a pozícióját, de kiüldözik innen, táraznia is kell, 10 HP, teljesen szétesett ez a kör egyelőre az Optik számára, 2v2, és bent vannak már lerakon, kellő időt nyert azonban ezzel a gránátos manőverrel Nafly ahhoz, hogy megérkezzen Daps onnan középről. Buddy azonban egy remek fejessel küldi a halálba az utolsó előtti CT-t, és aztán Smith fejezi be. A G2 AVP-se három pisztoly freggel. A kör abszolút kulcsemberének tekinthető ővé volt a nyitó és a mindent lezáró fejes is. Úgyhogy G2 megnyerte az ESL Pro League harmadik szezonját, ugye Inzekt? Így van. Megvan a pisztolykör, innentől kezdve GG. <laughs> Na de komolyra fordítva, 4 SMG. De hogy ne legyen túl monoton a vásárlás, Smith megvette az Alka OK 47-est. Cream pedig könyörtelenül megy előre, Nefly, illetve Stanislav immáron a Nefly félig a temetőben. 10-6, hát, ugye a nyert pisztolykör az most nagyon-nagyon kedvez a G2-nak, hiszen mint mondtam nem nekik kell comeback nem nekik kell hajtani itt az első néhány körben, hogy visszajöjjenek. Ehelyett még inkább elhúzni látszanak a franciák. Egyelőre még csak 4 csak van közt, de lehet ebből 6 is. Viszont hát, ha van. ilyen jó flashek érkeznek... Besztekkelték ezt az át. Éh, igen, Aztán Dapsz. elbukják. Debs azért duplázott, szép fregeket láthattunk tőle a P250-nál. Hát ideje is volt, ugyanis eddig a 17 kör alatt két ember tudott a halálba küldeni. Daps játékát, vagy Debs Dapsz, nevezzük Debsnek, sok kritika érte. Ugye ő a játékhívó és a midgame hívásokért is ő fel a csapaton belül, viszont a teljesítménye hát gyakran rengeteg kívánni valót hagy maga után. Sokan javasolták már neki redditen és egyéb közösségi portálokon, hogy üljön be nyugodtan a kószékbe, de adja át valakinek nagyon gyorsan a helyét, hogy a csapat eredményes lehessen. Bodi közben, közben nagyon bekezdett, és aztán Smith folytatja. Hát ők ketten eddig a siker letéteményesei a G2-nál. Azért azt nem tudom, mennyire figyelgethet, hogy a két új srác az nagyon szeretne bizonyítani, és nagyon keményen össze is teszik. Jön nekik. Nagyon keményen oda teszik ezt a meccset. Ugye, mind Buddy, mind Mixwell jól játszik nagyon ezen a mérkőzésen. Bár ugye Mixwell részéről ez kevésbé látszódik az összesített eredményen legalábbis de az egyéni teljesítményére nem igazán lehet panasz. Most viszont egy fegyveres körben terror felsorakoznak egymás mögé a füst mögött és betörnek Smith elsőként, mint egy középkori hadvezér csapata élén egy ak OK 47 es feleség kezd be, majd ott volt a második fregis, is, Debsz most tud még csak korrigálni a szituáción. RPK pedig fön nagyon jó pozícióban. Erre nem fognak számítani. Erre nem L... fognak számítani. Az első is... fegyveres kör így egy bomba letétellel és valószínűleg győzelemmel kezdődik a G2 számára. Ne, és nézd meg, RPK. Na most egy már oda megy! Oda megy, rá megy! az M4-re futva lő, mint az oroszok. Hát, és nézzek, és nézzek, meg lesz neki. Beüldözi, Erkéig egyébként Depset, akinek le kell ugrani, de már itt vannak rá ketten, ezt az 1 4 es sem ki, gondolják a g és hát Smith az egész tárat belelövi a földbe, ahol Debs tetemeit láthattuk. Ismét egy magabiztos győzelem az esélyesebbnek tartott csapattól? Hát ebbe az A eddig ilyet nem nagyon láttunk. Mondtad, hogy a fogadó irodáknál, illetve a tip oldalakon talán a g 2 egy hajszányival több esélye van. Vagy az optikot mondtad pont? Nem, 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 nem. a G2-nak volt, igen. A G2-nak volt hajszányival több esélye. Hát a csoportban ez lenne az első ilyen mérkőzés, ahol az esélyesebb nyer. Teljes SK. Csak pisztolyok az optiknál. Besztekkeltek ide bére, de semmire nem mennek. Egy-egy frag Buddy RPK. És Smithnél sokszé. és hát, hogy mindenkinek jusson egy. Scream belövi az utolsó embert, de úgy tűnik, hogy RPK jobb pozícióban van. Tabs Döv C vadászva. És hát smith mindenhol ott vannak, de komolyan nincs a pályának olyan helye, ahol ők ketten ne fordulnának elő. Hoppá, hoppá. Azonban mindketten elhullanak, és plusz pénzt adnak ezzel Dubsnak. Buddy lövi végül az utolsó freget. Scream nagyon szerette volna, de középen egy kicsit lemaradt erről. És amit te is kiemeltél, Buddy, abszolút szerver elsőként. Eddig, annak ellenére, hogy AVP-vel és rifle, tehát rifle egyszerre kell helytálnia, hiszen terror oldalon, hogyha támadnak egy lerakót, akkor inkább Smith kezébe van az az AVP, -e, ahogy ebben a körben is látjuk, kettőt nem engednek meg maguknak. Sok szék, újabb fegyveres kör, az optiknak nagyon gyorsan ki kell találnia valamit, tehát például valamilyen jó kis előretolt meglepetés pozíciót, hogyha versenyben akarnak maradni, és nem kiszállni a 23-24. kör tájéken. Mondanám, hogy kicsit késői ez a comeback, de ugye visszajönni a mérkőzésünk, sosincs késő. 14-6, hát innentől kezdve minden kört meg kell nyerni az Optic Gamingnek, és akkor haladhatnak tovább. Nem kell eliminációs mérkőzést játszaniuk. Ehhez viszont 10 kört kellene egy megnyerniük. Nagyon belassult az offenzíva közben a G2 részéről. Egy emberre kevesebb most a francia csapatnál, úgyhogy érthető az óvatosságuk, hiszen pontosan tudják, hogy legjobb esetben is 3v2-be védik, és ez a freget fregre cserélés most nem az ő malmukra hajtja vizet. Leugrós szobában azonban nem volt senki, Soxi bejöhet és nem számítanak majd rá. Scream, elővi Nuflight, és erre tényleg nem fog számítani rá. A legjobb kor jön ki Soxi, amikor már a cél keresztjébe volt Rásnak. Az egyik terrorjátékos így egy társát megmentve, és a létszám előnyt kialakítva tudott fregelni Soxi. Nagyon fontos. Időzítés volt, mert jön a molotov, de senkit nem fog eltalálni. Dubs pedig dobozon keresztül nem láthatja. Scream-et felboztolva, közben Scream! Bocsánat, soksi és Scream B folyosón. Sokszí pedig ebből a felbúsztott pozícióból szerez freget. Nagy bevásárlás kell tartani az optiknak. 15-6-nál elfogyott a pénz és elfogyott az idő. Nincs több esély korrigálni és köröket veszteni most vagy soha az Optic Gaming számára. 15-6, 9 mérkőzés pont a g 2 több, mint lehetetlen próbálkozás. Főleg ilyen setup Két Itt azonban megvan, néznek? igen, az m 4 en még lehet fregelni. Badi meg... Jó, és buddy nagyon szépen előtték füstön keresztül, és utána Rush felugorva ezzel a Max gyorsan előtte. Csak azért is rám cáfolnak, hogy ilyen setup nem lehet kört hozni egy ilyen G2 ellen. És közben, ha jól látom, összeomlott a... Összeomlott, így van. Összeomlott a live, live feed. Így van. Hát nehogy már az utolsó körről maradjunk le. Próbálok folyamatosan visszacsatlakozni live rendszerével. De nem nagyon akarja az igazságot. No Streams Found. Hát. Az ESL-es srácok nem rakták össze teljesen ezt a technikát. A mérkőzés persze tőlünk függetlenül zajlik tovább. 15-6-nál, és most, mintha talált volna valamit, visszatérünk a meccsbe. 15-7-nél. Hoppá! Hát egy nagyon csúnya forszról maradhattunk így le viccelődtünk az Optic Gaming-el, hogy hát micsoda setup, ezzel próbálják meg visszahozni magukat a mérkőzésbe, és igen. Visszatért a körbe, vagyis hát inkább a mérkőzésbe az Optic Gaming. 15 hét. És kisebb fagyás most is van, de már is újra éles képet, élő képet láthatunk. 15 hétnél elnézést kérünk a technikai rövid szünetér. hát a live feed átka cserébe viszont láthatjuk a játékosok reakcióit, hallhatjuk az angol kommentátorokat a meccsek közben, és valódi érzelmeket, valódi reakciókat láthatunk a Lanon szereplő játékosoktól. Három AK-t és egy AVP-t ki tudtak menteni az előző körből, Nafly azonban viszont csak egy UMP-t vett magának, és Buddy, illetve Sox nagyon szépen nyitnak leugrós szobába, miközben hárman mennek án. hát ők ketten csak terelni próbáltak Bén, atya úristen, is így lőttek el két embert. Rotálnak is vissza a szépen állarakó fele, ahol Daps illetve Nafly ketten kell, hogy bevédjék ezt a kört. Mixvel 46 HP-vel és egy AVP-vel egyedül, de daps is elhullik, egy AVP és egy UMP ami maradt az Optik számára, és NaFly egy embert meg tud ölni az új srácnak. Az eddig legjobb teljesítménynyújtó Optik játékosnak kéne lehoznia ezt a kört, és ezzel meccsben tartani a csapatot. három AK és egy AVP ellen, miközben a bomba szépen bemegy alapra, és lekerül. <laughs> NaFly közös chatbe írta be Ez mondandóját. Gyere. Mixel azonban csak egy freget tud szerezni. Hát rezignált arccal, kitörő lelkesedés nélkül nyugtázza a G2 ezt az eredményt. Ennél azonban sokkal komolyabb tettet hajtottak végre a franciák. Csoport elsőként jutnak tovább az A jelű négyesből. A luminosity az astralis és az optikot megelőzve úgy, hogy igazából valljuk be, itt se kéne lenniük ez a hely a Navinak volt fenntartva, a szervezők és minden Cségó szurkoló szerint. Ők azonban itt vannak, és ha már itt, ide elkerültek, akkor megmutatják, hogy nem lehet leírni őket. Varázslatos játékkal először a világranglista első luminosity aztán a kanadai és Egyesült Államok beli játékosokból felálló optikot is elütik a továbbjutástól, és ott vannak az elődöntőben. G2, két magabiztos mérkőzése, ott van a top 4-ben, míg az Optic Gaming, aki nagyon meglepte a Dán Astralis csapatát, még szenvedhet az említett eliminációs mérkőzésen. Egy kisebb szünet után, ha minden igaz, akkor folytatjuk a svéd rangadóval, négy csillagos mérkőzés. Netik, NIP a győztesek találkozóján a B csoportban. Hát reméljük 5-csillagos mérkőzés lesz belőle, vagy akár 6 vagy 7 csillagos rangadó a két szuper svéd csapat találkozásakor. Maradjatok velünk, hogyha egy kis pH értéket magatokhoz vesztek, vagy egészségügyi szünetet beiktattok, mindenképp gyertek vissza. Egy 10-12 perc múlva mi is visszatérünk Inzektel, beszélünk még majd kicsit erről a mérkőzésről, illetve az előttünk álló svéd rangadóról. Addig az angol kaszterek és kommentátorok hangjával, a live feed eredeti hangjaival itt hagyunk titeket, hamarosan jövünk vissza, sziasztok!